Újpest önkormányzata 50 millió forinttal segíti azokat a bérlőit, akiket nehéz helyzetbe sodort a koronavírus járvány. Az április 1-én hatályba lépett és a kerület honlapján is olvasható rendelet az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek és piaci alapon bérbeadott ingatlanok bérlőit juttatja levegőhöz. A kedvezmények magába foglalja a bérleti díj mérséklését, adott esetben fizetési halasztást, vagy adott esetben részletfizetést is a bérleti díj egy bizonyos részére, illetve ezek az intézkedések, mint a halasztott fizetés vagy a részletfizetés a bérlő kérelmének megfelelően, akár kombináltan is alkalmazhatóak. Nagyon fontos, hogy ez 3 hónapra szól, viszont a bérlő kérelmére ez újabb 3 hónappal meghosszabbítható. A kérelmeket az újpesti vagyonkezelő dolgozza fel, és itt készítik elő a döntést is. Nem kell bemenni a céghez, mert a nyomtatványok a honlapról is elérhetők, és a mellékletekkel kiegészítve elektronikusan is beadhatók. Ha valami nincs a csomagban, azt az UVZRT jelzi, és 5 nap van a kiegészítésre. Tehát pótolhatóak ezek az iratok, és a kérelem begyújtásától számított legkésőbb 15 napon, tehát gyakorlatilag 2 héten belül döntés fog születni arról, hogy megkapja és milyen mértékben kapja meg a bérlő a bérleti díjcsökkentést, illetve a fizetési könnyítést. A most felállt bérleti díj alap mellett továbbra is nyitott az a korábban létrehozott 100 milliós alap, amely a koronavírus járvány miatti közvetlen költségeket és károkat hivatott megtéríteni az önkormányzatnál és az önkormányzat intézményeinél.